Válaszokat keresve Azon az éjjelen, amikor Dyke fiam megszületett, majd a nővére a karjaimba helyezte, s én a gyerek mély barna szemeibe néztem, azonnal szinte a gyűlölettel határos ellenszenvet éreztem iránta. Talán azért, mert olyan sokára érkezett meg, gondoltam magamban. Ugyanis december harmadikán kellett volna megszületnie, Ám ő csak február 4-én bújt elő, 6800 grammos súlyjal. A szülésorvosom ugyanis azt mondta: A gyerekek akkor születnek meg, amikor készen állnak rá, és nem volt hajlandó megindítani a szülést. Mi a bajom vele? kérdezgettem magamtól, ahogy az évek múlásával sem szűnt meg a Dijk iránt érzett ellenszenvem. Pszichológiai témájú könyveket olvastam, és válaszért fohászkodtam. Túlságosan szégyeltem magamat ahhoz, hogy titkomat bárkivel megosszam, vagy hogy szakember segítségét kérjem. A 40-es években a pszichológushoz járás még azt jelentette, dilignyós vagy. Dáika második gyermekünk volt. Elsőnek kislány szültem, majd Dáik után néhány évvel ismét kisfiút. Nagyon élveztem az anyai szerepet, és imádtam a lányomat és a kisebbik fiamat. Dijk elviselését azonban tudatosan kellett magamra erőltetnem. Továbbra is gyötört a kérdés, vajon miért nem tudom szeretni Dijkot? Több módszert kipróbáltam, de nem segített sem az önelemzés, sem más pszichológiai metódus. 1965-ben, amikor Dyke 19 éves lett, férjemmel együtt a hipnózis, az önkontroll és a hatodik érzék iránt kezdtem érdeklődni tanfolyamokra és előadásokra kezdtünk járni. Az egyik előadás a korábbi életek felidézéséről szólt. Az ötvenes éveiben járó, világos kék szemű és kisfiús mosolyú fiatalos előadó mélyen hitte, hogy a világon előforduló valamennyi gondolat és szándék feljegyzésre kerül az úgynevezett akasakrónikában sokak szerint az akasakrónika egy másik dimenzióban található. A fizikai világban élők mindegyikéről készül ott akta. Tetteink, gondolataink, szavaink és tapasztalataink mind feljegyzésre kerülnek. Amikor valaki egy-egy elmúlt életére visszaemlékszik, valójában ezekből a feljegyzésekből jut az információhoz. Olyan ez, mintha egy referenciakönyvtárból kérnénk felvilágosítást, magyarázta az előadó állítása igazolásához egy önként jelentkezőt kért. Felszólította a férfit, hogy hunja le a szemét, és lazuljon el. Ezt követően hipnózisba vitte, majd így szólt. Most zárjon ki az elméjéből minden kívülről érkező érzékszervi ingert, és kezdjen a belső látására összpontosítani. Ezt követően arra kérte a férfit, hogy korábbi életei közül válasszon ki egy olyat, amelyik a jelenlegivel valamilyen módon kapcsolatban áll. Éle önben olyan félelem, gyűlölet, harag, fájdalom vagy bármilyen egyéb intenzív, kellemetlen érzés, ami indokolhatlannak tűnik? Kérdezte halkan. Azt szeretném megérteni, hogy miért félek annyira a víztől és a megfulladástól. Még horgászni sem merek elmenni a munkatársaimmal felelte az önkéntes alany. Oktatunk erre lassan tíztől egyik számolt, hogy a férfit még mélyebb tudatszintre vigye. Mit lát? kérdezte. A halászhajómat az erős szél kisodorja a tengerre. A hajó felborul, és én kapaszkodni próbálok, de lecsúszom róla. Hirtelen felkiáltott, majd a levegőbe emelte a karjait, mintha úszni próbálna. Nem kapok levegőt, nem kapok levegőt, zihálta. Nyugodjon meg! Ön most csupán megfigyelője az eseményeknek. Nem kell azokat belülről átélnie, szólt nyugodt hangon az oktató. Most egytől tízig fogok számolni. Mikor tízhez érek, ön kinyitja a szemét, és remekül fogja érezni magát. Miután a férfi visszatért, megrázta a fejét, mintha egy rossz álomból ébredt volna társunk fulladástól való félelme valószínűleg egy múltbeli megrázó élmény következménye, mondta oktatónk. További két önkéntest is visszavitt az időben. Mindhárom jelentkezőben élt valamilyen megmagyarázhatatlan, kellemetlen érzés, és mindegyiküknél fényderült derült az okra. Ha valamilyen érzelmi probléma egy korábbi életből származik, a kiváltó ok megismerése megoldja a gondot? kérdeztem. A legtöbb esetben igen, de néha nem azonnal, csak valamennyi idő múltán. Azt szoktam javasolni, hogy amikor olyan félelemérzetünkkel, vagy haragunkkal, illetve bármilyen egyéb negatív érzelmünkkel találjuk magunkat szemben, amelyik indokolatlannak tűnik, gondolatban mondjuk a következő szavakat. Ez a múltban történt. Elutasítom, hogy a múltban éljek. Az ügy ennek hatására fokozatosan meg fog oldódni, magyarázta. Beletelt néhány napba, míg elegendő bátorságot gyűjtöttem az önálló kísérletezéshez. A férjem néhány héttel korábban egy kristálygömböt vásárolt nekem ajándékba, miután részt vettünk az annak használatáról szóló ezoterikus jellegű előadáson. Rászántam magam, hogy minden reggel, miután a férjem és a gyerekeim távoztak a házból, hosszan a gömbre meredjek. Egyszer-egyszer úgy tűnt, mintha alakok jelennének meg benne. Néha szöveget láttam egy alkalommal pedig szavakat hallottam. Hűha, milyen élénk a képzelőerőm, gondoltam ilyenkor. Egyedül a férjemnek számoltam be kísérletezésem eredményeiről. Talán többet kéne gyakorolnod. Ne hagyd, hogy az eddigiek a kedvedet szegjék, felelte. Közel egy hétnyi gyakorlás után olyasmi történt, amitől kivert a veríték. Leültem kedvenc székembe, és egy tárcán ölembe vettem a kristálygömböt, akár csak eddig is, minden reggel. Mielőtt azonban ellazulni és összpontosítani kezdtem volna, valaki hangosan így szólt. Még mindig hitetlen Tamás vagy? Biztos voltam benne, hogy valaki van a szobámban, még föl is keltem, és körbejártam a házat, hogy megtaláljam az illetőt. Ám senkit sem leltem ez nekem nem megy, valamit talán rosszul csinálok, gondoltam. Előkerestem annak a médiumnak a névkártyáját, aki a kristálygömb használatát oktató előadást tartotta. Azt mondta, bármilyen kérdéssel nyugodtan felhívhatjuk. Beszámoltam neki a történtekről, vagy megkérdeztem, mit javasol. Valószínűleg valamilyen gát vagy félelem él benned, ami megakadályozza, hogy kérdéseidre megkapd a választ. Hidd el nekem, pofon egyszerű a módszer. A kristálygömbbel bárki választ tud szerezni fontos kérdésére. Egyeseknek ugyan valamivel több idő kell ehhez, de olyanról még nem hallottam, akinek végül ne sikerült volna. Bátorított. Ugye a folyamat elején megfogalmazod a kérdéseidet? Különben csak össze-vissza jelenet töredékek tűnnek elő, folytatta. Nem tettem föl kérdéseket. Azt hittem, hogy a képek majd maguktól jönnek, vallottam beröstelkedve. Másnap reggelre már listányi kérdést írtam össze magamnak. Az első így szólt. Miért érzek még mindig ellenszenveddáj kiránt? Megrökönyödésemre a gömb ködösödni kezdett. A következő pillanatban egy kép tűnt elő, majd mintha mozifilm pergett volna a szemeim előtt. Egy csatamezőt láttam, és valahogyan biztosan tudtam, hogy a jelenet Oroszországban játszódik. Ahogy a történet kibontakozott, Biztosan tudtam, hogy én egy 14 éves fiú vagyok, akinek az a dolga, hogy gondoskodjon a tűzről, az élelemről és a lovakról, amíg a katonák vissza nem térnek a táborba. Állandó sűvítés hallatszott, hogy az erős szél átfújt a hegyoldalában fölvert táborunkon. Az egyetlen menedék, ami egyszer talán egy medve helye lehetett, egy körülbelül 90 cm magas és 150 cm mély barlangocska volt. Ha csak tehettem, ide bújtam a maró hideg elől. A következő jelenet egy lovas katonának a táborba történő visszaérkezésével kezdődött. Tudtam, hogy ő a kapitány, akitől mindig is rettegtem. Kegyetlen volt. Minden beosztotja gyűrölte. Ételt követelt, majd magához rendelt és megparancsolta, hogy húzzam le a csizmáját. Míg egy fatuskon ülve kenyeret és húst evett, én azzal küszködtem, hogy szörmebéléses vidrabőr csizmáját lecibáljam megdagadt láváról. A csizma hirtelen elszabadult, mire hátrazuhantam, és a csizma kirebült a kezemből egyenesen a sáros pocsolyába. Lehajoltam, hogy letisztítsam a csizmát, és kiöntsem belőle a vizet, még mielőtt a kapitány észreveszi, hogy mi történt vele. Ám ekkor éles fájdalmat éreztem az oldalamban. A kapitány rugdosni kezdett, és ocsmánságokat kiabált. A fájdalom pokoli volt, de sikerült elmenekülnöm. A barlanghoz rohantam, és bemásztam annak a legtávolabbi végébe. Magzati pózba kuporodtam, miközben a szám meleg vérrel kezdett megtelni. Nehezen lélegeztem, és az ájulás környékezett. Tudtam, hogy haldoklom. Erőm gyorsan fogyott, s magamban egyre csak ezt hajtogattam. Gyűlöllek, gyűlöllek! Ezek voltak az utolsó szavaim. Amikor a kristálygömbben látott képsor elhalványult, a lelki béke áldott érzése szállt meg. A félelem, a gyűlölet és a kín véget ért. Nem tudom, meddig tartott a mozi. Talán egy szívdobbanásnyi ideig, talán egy óráig. Nem érzékeltem az idő múlását. A végén hirtelen tudatára ébredtem, hogy a szobában ülök. Biztosan tudtam, hogy az egykori lovaskapitány ma dáik a fiam. Hiába való lett volna megpróbálni letagadni az érzéseimet. Tisztán láttam magamat akkori életemben, fiatal fiúként. Valóban hallottam a szelet, és éreztem a martosó hideget, ahogy a fájdalmas rúgásokat is. A délelőtt hátra levő részében lejegyeztem naplomba az átért élmény minden részletét. Amikor a férjem este hazatért a munkából, szokásos köszöntéseként megkérdezte, Na, ma milyen izgalmas dologban volt részed? Ezt nem fogod elhinni. Tégy próbára, biztatott. Amint leültünk a dolgozószobában, elmeséltem kristálygömbös élményeimet. Érdeklődve hallgatott, majd amikor befejeztem, csak ennyit mondott. Minden lehetséges. Dájk akkoriban még otthon lakott és a közeli egyetemen tanult. Mikor aznap este hazajött, férjem fölkelt, megragadta, majd a térdével játékosan fenéken billentette. – Mit tettem, amivel ezt érdemeltem ki? – kérdezte fiam. Ezt azért kaptad, mert sok-sok élettel ezelőtt, amikor az orosz hadseregben kapitány voltál, halálra rugdostad az édesanyádat, pedig még csak 14 éves volt. Mondhatom, szép kis zsarnok voltál. Dyke elvigyorodott, majd legyintett. Nos, ha ettől a hittől ő jobban érzi magát, nem bánom a fenéken billentést. Megrántotta vállát, majd erőltetett nevetéssel a szobájába indult. Úgy határoztam, nem bonyolódom vele részletekbe. Már így is csak bosszinak hívott, mióta megtudta, hogy kristálygömbbel kísérletezem. Az esetet követően dájkiránti érzései megváltoztak. Úgy gondoltam, vagy megtörtént a dolog, vagy csak képzelődtem, de végtére is mindegy. Ha meg is történt, rég volt. Most már azonban most van, a jelenben élünk. Néhány nappal később egyik barátom felhívott, hogy megossza velem a nap gondolatát, amit egy magazinban olvasott. Bár a férjemen kívül soha senkinek sem említettem a kristálygömbbel végzett kísérletem eredményét, a hallott mondás meglepett, mert nagyon idevágott. A tegnap történelem, a holnap rejtély. A jelen a jutalmad. Ezért is hívják angolul presentnek, vagyis ajándéknak. Érdekes véletlen 1973-ban véletlenül megerősítést nyertek a kristálygömbben látott képek. Férjemmel hazafelé utaztam Angliából, ahol szeánsz termekben végeztem kutatásokat, hogy meghatározzam a gondolatszülemények és a jelenések közti különbséget. Útközben megálltunk New Yorkban, ahol felhívtam egy barátomat, aki korábbi előadókörutamat szponzorálta. Meséltem neki a kutatásomról, mire azt javasolta, lépjek fel egy rádiós talk ezt követően megtette a szükséges lépéseket, hogy az interjút otthonról, Texasból lebonyolíthassuk. A New Yorki Parapszichológiai Alapítvány egyik munkatársa hallotta az interjút. Felhívott és felkért, hogy tartsak előadást a kutatásaimról az Oroszországban megrendezésre kerülő első pszichotronikai kongresszuson. Beleegyeztem. Az első állomás Prága volt. Itt találkoztunk vendéglátóinkkal és kollégáinkkal ezt követően Leningrádba, majd Moszkvába utaztunk. Az a két hét, amelyet az ottani orvosok, tudósok és a metafizikát kutató többi kolléga társaságában tölthettem el, életem egyik meghatározó élménye volt. A hazaindulás előtti délutára nem szerveztek közös programot, ezért néhányan ellátogattunk egy-két olyan kastélyba, amelyeket múzeumokká alakítottak át. Lenyűgözött, hogy az orosz történelem egyes korszakait milyen rendkívüli részletességgel mutatták be. Rengeteg látnivalóakat, így a vezetőnk sietősen magyarázott a múzeum előső részében látható tárgyakról. Közeledett a záróra ideje, amikor hirtelen jött ötlet hatására, úgy határoztam, hogy a múzeum látogatás hátra levő részét egyedül teszem meg. Megérzésem egyenesen a múzeum legtávolabbi részébe egy üvegvitrinhez vezetett. Az üveg mögött egy fatörzsön ülő orosz katonát formáztak meg a kiállítók. Mellette hevert vidrabéléses csizmája. Mély barna szemei összefonódtak az enyéimmel. Himlőhelyes arca, vöröses arcszíne és zömök testalkata megdöbbentett. A fia ült a fatörzsön, éppen úgy, ahogy ma néz ki. A döbbenettől kiszállt a vér a fejemből, meg kellett kapaszkodnom a védőkorlátban. Istenem, motyogtam. Ez ugyanaz a jelenet, mint amit nyolc éve a kristálygömbönben láttam.